Azt hiszem, hogy amikor a fogorvoshoz el kell mennünk, akkor attól mindenki fél egy kicsit, még a legbátrabbak is, hát persze, hogy a fájdalomtól. De a fogorvostudomány is rengeteget fejlődött, és létezik már olyan, hogy foghúzás utáni fájdalommentes implantáció, vagy akár olyan kíméletes fogkő eltávolítás, amit szinte alig veszünk észre. Fogaink épsége nem csak az arcunk megjelenése, hanem az egészségünk miatt is nagyon fontos, hogy mik a lehetőségeink ezen a téren, arról beszélgetünk ma. Fogkő eltávolítás fontossága már beépült a tudatunkba, de mire figyeljünk még, hogyha védeni szeretnénk a fogainkat? A fogkövön kívül megtapad még az úgynevezett biofilm is. Ez minden kemény felületen egy olyan bakteriális társulás, amit nagyon nehéz eltávolítani. Tehát az emberek otthon saját eszközeikkel már egy ponton túl nem tudják ezt eltávolítani. A fogkőreszedést már új alapokra helyezte egy svájci technológia, aminek a neve irányított biofilmterápia. Ennek az a lényege, hogy a szájban található biofilm plakkot megfestik a fogorvosok egy speciális festékkel, és ezután már sokkal könnyebb maradéktanul eltávolítani minden lepedéket, plakkot, fogkövet a fogfelületről. Elsősorban először ezt a filmet egy por-víz keverékkel fújják le, és hogyha ez a lefújás íny fölött megtörtént, akkor utána ezt íny alatt is lehet folytatni, mert ez annyira finom ez a por, hogy nem bántja a cement réteget se, mint az ománc réteget se, és ezután következik csak a fogkőnek az eltávolítása, de ez sem a klasszikus módon, hanem itt is meleg vízzel és váltakozó erősséggel, ahhoz mérten, hogy a páciensnek mennyi a fogköve. Mindannyian félünk a foghúzástól, de talán attól még jobban, hogy utána mi történik az ínyünkkel. Ezen a területen is vannak újítások? A foghúzástól természetesen mindenki fél, de egy előrelépés már ezen a területen is történt. Vannak már úgynevezett fogdaráló gépek. Ezek a kihúzott fogat olyan formába tudják előállítani, mint egy csontpótló anyag. És hogyha ezt az anyagot a fogorvos visszaülteti a kihúzott fog helyére, akkor gyakorlatilag ebből új csont lesz. Tulajdonképpen a szomszédos fogaknak az így visszahúzódását és csontpusztulását is meg tudjuk előzni ezzel a módszerrel.